Hamarosan biztonságosabbá válhat a Kálvária lépcsősor. A bozótos nagy részét már kiirtották, állnak a tartóoszlopok, és nem sokára a dróthálót is kihelyezik, ami az erdős területet választja majd el a lépcsőtől. A fejlesztést az a sokkoló támadás tette szükségessé, ami még júniusban történt. Egy terhes nőt fényes nappal akartak megerőszakolni itt. Az önkormányzat akkor ígéretet tett arra, hogy lépni fognak annak érdekében, hogy ehhez hasonló soha többet ne fordulhasson elő. Ezért folyamatban van a közvilágítás fejlesztése és a térfigyelőrendszer bővítése is a Kálvária dombon. Csendes a környék, a gyalogos forgalom azonban szinte minden napszakban jelentős. Ez a lépcsősor köti össze a Percelmúr utcát a Népkerttel. Egy-egy helyen egyébként javítani kellett, ahogy néztük a korlát elemeket is. Részben erre került felelősítésre az oszlopsor. Azokat az új tartóoszlopokat mutatja Szopkó Tibor, amiket a városgazda készített el, és amikre hamarosan drótkerítést feszítenek majd ki. Ez fogja elválasztani az erdős területet a járdától. De a kerítés mellett lévő cserjéket ritkították is, hogy a lépcsősor beláthatóbb legyen, és ne akadályozza a gyalogos forgalmat. Bozótirtás, kerítés, ezek voltak az első lépések, úgy fogunk tovább menni, hogy magát a lépcsősort fizikailag is igyekszünk karbantartani, felújítani. Közvilágítási fejlesztési elképzeléseink is vannak, és egyébként térfigyelő kamerarendszert is szeretnénk itt fejleszteni, bár hozzá kell, hogy tegyem, pont a támadás kapcsán bizonyosodott be, hogy nagyon jól vizsgáztak az itt lévő kameráink. A közterületi kamerák felvételein jól látszik, ahogy a kismama elindul a Kálvária dombon felfelé. Pár másodperccel később pedig az elkövető a nyomába ered. Június közepén fényes nappal történt az eset. A támadó a bozótosban próbálta megerőszakolni a terhes asszonyt. Az esetet követően az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy a lépcsősort igyekszik biztonságosabbá tenni. Én ma reggel is azt láttam, hogy nagyon aktívan használják a miskolciak ezt a lépcsősort, tehát nem csak a támadás szempontjából fontos ez a fejlesztés, hanem az itt élők mindennapjainak a szempontjából is nagyon fontos. És hát fejlesztésért felelős alpolgármesterként azt sem titkolhatom, hogy azért is áll hozzám közel a Kálvária fejlesztése, mert ha lenézünk a dombaljára, akkor hamarosan elkészül a Herman Ottó Múzeum bővítése, a horvát tetőt a közelmúltban adtuk át a miskolciaknak. Azaz egy fejlesztési csomagként gondolnak a területre, amely esetében a közbiztonság javítása kiemelt szempont. Az alpolgármester elmondta, a tervek között szerepel még egy közvilágítással ellátott ösvény kialakítása is, ami átjárást biztosítana a Kálvária lépcső és a történelmi avas között.